Egy veszekedés után döntött úgy a fiatal lány, hogy egész egyszerűen ellopja a barátja bankkártyáját. A férfi pehére a tárcájában a szükséges PIN-kód is ott volt, így a sértett szerelme azonnal el tudott indulni elkölteni a férfi pénzét. Úgy tudjuk, főként ruhákat vett, mintegy 1515 euró értékben, ami akkori árfolyamon nagyjából 484 ezer forintot ért. A megkárosított párja viszont nem tétlenkedett, amikor észrevette, hogy nincs meg a kártyája, feljelentést tett. Pénzbüntetésre ítélte, napi tételszámot 200 napban határozta meg, és a napi tétel összegét pedig 1000 forintban, így a kiszabott pénzbüntetés összege 200 ezer forint, amelyre részletfizetést engedélyezett a bíróság. A lányt végül nem lopás miatt ítélte el a bíró, hanem a sokkal súlyosabb bűncselekménynek számító csalás egy speciális esete miatt kellett felelnie. A bíróság a bűnösnek kimondás kapcsán információs rendszer felhasználásával elkövetett csalásban mondta ki a bűnösnek a vádlottat, mert a bankkártya információs rendszer egy speciális rendszer, amely PIN-kóddal használható, és ezért az itt elkövetett lopásnak minősülő cselekmények csalásnak minősülnek. Az ítélet jogerőre emelkedett, mivel azt a vádlott és az ügyész is elfogadták.